Díjesővel jutalmazták Székesfehérvárt egy nemzetközi virágosítási versenyen, ahol azért indulhatott városunk, mert 2019-ben megnyerte a hazai megmérettetés fődíját. A polgármester hangsúlyozta, az elismerés nem csak egy pillanatnyi állapotot jelöl, hanem egy több mint egy évtizedes folyamatot, melyben meg annyi munka van a városgondnokság és az itt élők részéről egyaránt. Köszönettel tartozom a Városgondnokság szakembergárdájának, hiszen valójában az ő munkájuk eredménye és megbecsülése most ez a minősítés, és ez a díjeső, nyugodtan mondhatjuk, különösen az egyik külön díj, másodszorban pedig a város minden közösségi tagjának, aki az elmúlt évek Virágos Fehérvárja programban részt vett, akár magánszemélyként, akár társasházként, akár pedig intézményként, de segített hozzájárulni ahhoz, hogy virágos legyen Székesfehérvár. Ezen az úton fogunk továbbra is menni. A nemzetközi szakmai zsűri a zöld felületeken kívül értékelte a város üzemeltetési és fejlesztési stratégiáit is. A pontozásnál sokat jelentett például a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációja, vagy a Virágos Székesfehérvár program. A Városgondnokság vezetője szerint a díjak egyfajta visszaigazolást jelentenek az elmúlt években megkezdett munkára. Nagyon büszkék vagyunk erre az arany, azaz legmagasabb minősítésre. Ez egy nemzetközi, ötfős nemzetközi zsűri értékelte a városnak nem csak a zöld felületeit, hanem gyakorlatilag egy komplex város fejlesztés, város üzemeltetésnek az értékelése történt meg. Neves országokból, Ausztria, Cseh, Németország, Belgium és Írország. A nemzetközi versenyen városunk hozott egy külön díjat is a zöld felületek és a fák gondozásáért végzett munkáért. A Városgondnokság 130 munkatársa dolgozik naponta azért, hogy a növények szépek maradjanak. A Városgondnokság külön faápolási csoportot is alakított, és ezeket az erőfeszítéseket jutalmazta most a zsűri. Ez volt az, ami a mindennapos munkavégzést visszatükrözte, és ugye a nemzetközi szakmai csapat is elismerte ezt a sikert. Tulajdonképpen úgy, hát ilyen 135-140 fős létszámmal dolgozik a mindennapokban a parkfenntartás. Ugye külön faápolós csapatunk van, akik mindenképp ki is lettek emelve a díjkioszton. A versenyen 100 pont volt a maximum, és 95 ponttól kapott aranyminősítést egy város. Székesfehérvár egészét értékelte a nívós zsűri, mely osztrák, cseh, német és ír szakemberekből állt.